Tűzijáték mellett kolompolva gördült ki az első francia gyártmányú szerelvény Dubáj egyik belvárosi megállójából. A hercegi család próbálta ki először a világ egyik legdrágább villamosát. Ez az első olyan villamos Európán kívül, amelynek az áramszedőit a földbe rejtették. Az állomásra begördülő szerelvénynek a padlószintje pontosan egy magasságban van az állomás szintjével. Ezt most először sikerült megoldani a világon. Nagyon büszkék vagyunk erre a villamosra, ez az első itt az öbölmenti országokban, és tudtuk, hogy a legmodernebb a világon. Összekapcsolja a tengerpartot a metróvonallal, szóval nagyon örülünk neki, mondja ez az utas. Barna Levente, turisztikai szakember, Dubájban dolgozik. Azt mondja, hogy a világ egyik leggazdagabb országában is szívesen használják a tömegközlekedést. De amiért világelső ez a villamosvonal, azok a különleges légkondicionált állomások. Ami érdekessége, hogy ez is teljesen légkondicionált, és az ajtóknak az elhelyezésén is látszik, hogy úgynevezett szinkronizált megállókat építettek a villamoshoz. Ez azért nagyon fontos, mert így az utazó az egy klimatizált helyiségből egy klimatizált járműbe lép be. Egy vonaljegy 300 forint körül van, és a villamos különlegessége még, hogy első osztályon is lehet utazni. A dubai villamos 11 km hosszan viszi az utasokat a tengerpart mellett és a felhőkarcolók között. Átlagosan 6 percenként érkezik egy szerelvény, és jelenleg 17 megállót használhatnak az utasok, de azt ígérik, hogy jövőre még 14 állomást építenek.